Zsidó Marcell szerint szövegkörnyezetéből kiragadták azt a mondatát, amikor azt mondta szó szerint, hogy biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. A fideszes miskolci alpolgármester azt állítja, az MTI Hírcentrum riportere indokolatlanul provokatív kérdésére értelemzavaró módon idézte a sajtó ezt a mondatát. Közben kiderült, hogy Matolcsy György gazdasági miniszter csak annyit mondott, a 47 ezer forint kifejezetten szerény, de biztonságos megélhetés felé vezeti azokat, akik korábban 28.500 forintból éltek meg. Éljen meg február 13-ától március 13-áig ebből a 47 ezer forintból. Az éhségmenet egyik MSZP-s résztvevője kifogásolta Matolcsy György gazdasági miniszter egyik állítólagos kijelentését, miszerint 47 ezer forintból meg lehet élni. Gurnándor ezután Cséfalvai Zoltán államtitkár asztalára le is tett 47 ezer forintot az éhségmenetben résztvevők ajándékát. A Költségvetési Bizottság jegyzőkönyve szerint ugyanakkor Matolcsy György nem azt mondta, hogy 47 ezerből meg lehet élni, hanem azt, hogy ez az összeg egy kifejezetten szerény, de biztonságos megélhetés felé vezeti azokat, akik korábban 28.500 forintból rejtélyes módon, de meg tudtak élni. Kifejezetten szerény. Ezt idézte már hétfőn a gazdasági államtitkár, aki nem fogadta el, és a teremőrökkel vitette ki a pénzt. Zsiga Marcell fideszes képviselő viszont hétfőn megvédte Matolcsy Györgynek azt a mondatát, amelyet a jegyzőkönyv szerint a gazdasági miniszter ki sem mondott. Biztosan meg lehet élni 47 ezer forintból. Igen, azt hiszem, igen. Zsiga Marcell ma már viszont azt mondta, nyilatkozatát értelemzavaróan, a szövegkörnyezetből kiragadva idézte a sajtó. Miskolc alpolgármestere szerint az MTI Hírcentrum riporterének kérdése indokolatlanul provokatív volt, amikor arra volt kíváncsi, hogy személy szerint ő meg tud-e élni 47 ezerből. Az MTI Hírcentrum válaszközleményében azt írja, hogy ők le se adták az interjút, azért meg nem felelősek, hogy egy sajtótájékoztatón elhangzott kérdéseket és válaszokat melyik sajtóorgánum milyen módon dolgozza fel. Az MSZP-s Gurnándor szerint viszont a havi 1,6 millió forintot kereső fideszes képviselő most manipulál és lejárat, megpróbál mosakodni. A KSH adatai szerint egyébként egyedülállóknak 2010-ben havi 78 ezer, most körülbelül 85 ezer forint kell a szerény megélhetéshez. A Híradó által megkérdezett szociológus szerint majdhogy nem mindegy, hogy a politikusok a 28 ezer vagy a 47 ezer forintról beszélnek, úgysem lehet emberi módon megélni belőle. Azt az álszent dolgot, hogy ennyi pénzből meg lehet élni, és tessék ezeknek az embereknek dolgozni, miközben azt azért nagyjából tudjuk, hogy emberi kondíciókat ebből a pénzből nem lehet megteremteni és fenntartani. Ez egy politikai szemforgatás, ez egy politikai hazugság. Zsiga Marcell volt egyébként az a képviselő, aki hónapokig duplán vett fel költségtérítést az országgyűlési hivatalától és a Miskolci önkormányzattól. Az ügyet a Fidesz is elítélte, a képviselőnek vissza kellett fizetnie a jogosulatlanul felvett pénzt.